Székeket javítanak a Nagy Lajos Gimnázium egyik tantermében. Az iskola bútorzat használódik el leginkább a tanév végére, ezekkel van a legtöbb munka. A vizes blokkok felülvizsgálata már befejeződött, ahol kellett csaptelepeket, tömítéseket cseréltek. Elsősorban az iskola bútorokat kell rendbe rakni, mert azért 500 diák, hát előbb-utóbb jó pár dolgot elront, illetve nyilázárókat kell, a vizes blokkokat, néhány teremben festést kell pótolni. Hát a folyamatos használat az bizony ezt okozza. A tornateremben a lámpatestek védőrácsait tisztítják és javítják, cserélik a kiégett izzókat. Az udvaron a kispálya körüli hálót hozzák helyre. Várhatóan ezen a héten befejeződnek a munkák. Kőművesek, villanyszerelők, asztalosok. Az általános karbantartást a köznevelési GAMESZ munkatársai végzik. 8 szakmában 14-en dolgoznak. Pincétől a padlásig átnézik az épületeket. Az összes működtetett iskolába körülbelül egy hetet tudunk általános karbantartást végezni. 11 általános iskola, 2 gimnázium, zeneiskola és 1 kollégium tartozik hozzánk. Az általános karbantartási munkát szeptember 1-ig be szeretnénk fejezni. Ebben a hónapban a Kanizsai gimnáziumban, a Gotthárd és a Paragvári iskolában végeznek karbantartást. Nagyobb felújításra a Dési iskolában kerül sor, ahol 2 még a 80-as években épült vizes blokkot korszerűsítenek.